együttműködésben résztvevő csapat nevében minden magyar testvérünket az egész Kárpát-hazából szeretettel vártuk ide, és szeretettel köszöntjük most. És külön köszönet azoknak, akik megvalósítják ezt a rendezvényt. Megköszöntük a legelején a nemzeti kormány segítségét, és a civil szervezetek és a partner szervezeteink segítségét. De köszönet a hagyományőrző testvéreimnek, a lovasoknak, a gyalogosoknak, akik szerte az országból ide érkeztek, és ezt az ünnepet egy olyan magas szintre emelték, amelyre méltó lehet büszke minden magyar ember. Hajrá Kurultáj, hajrá Turán, hajrá magyar nemzet! Szép ünnepet, testvérek! És átadom a szót Szultán Rajev úrnak, a Türkszoly elnökének. Sayın Meclis Başkan Yardımcı Recep Sandor Bey, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkban'ın değerli General Sekreteri, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Sekreteri, Sayın Büyükelçiler, Sayın Basın Mansupları, Hanım Efendiler ve Beyefendiler. Tisztelt egybegyűltek, hölgyeim, uraim, főszervezők, főtitkárok, elnök urak és asszonyok, tisztelettel álljukat! Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu sene 9. düzenlenen büyük Kum Türk Kurultayı'nda sizlere bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Számomra nagy öröm, hogy itt lehetek idén a 9. Kum Türk Nagy Kurultay rendezvényén önökkel együtt ünnepelhetek. Bu değerli kurultayın ev sahipliğini yapan Macar Turan Vakfı'na ve emeği geçen herkese Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hadd mondjak köszönetet a rendezvény megszervezéséért a Magyar Turán Alapítvány elnökének és minden munkatársának, a Türksoynak és mindenkinek, aki fáradozott, hogy létrejöhessen ez a csodálatos fesztivál. Yeni günde yani bir diriliş destanı yazmak, hepinin ümitler ile coşmak için kardeş halkımız ile Macaristan'da bir araya geldik. Összejöttünk, hogy új remény éledjen, új reményeket táplálunk most itt együtt és együtt ünnepelünk. Kardeş Macar halkına, kökleri geçmişe, dağları geleceğe uzanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olduğunu, bu bağların devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Közös gyökerek kötnek minket össze, magyar testvér néppel, és ezek nagyon messzire mutatnak ezek a közös gyökerek. Türksoy, ezelden beri kardeş olan Türk devletleriyle birlikte çalışarak pek çok önemli kültürel ve sanatsal faaliyeti başarılı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de tarihimizden aldığımız güçlü gelecek nesillerge aktarma amacımızı sürdüreceğiz. A Türksoy eddig is rengeteget tett már, rengeteg kulturális eseményt rendezett meg, és mostantól is azon fog fáradozni, hogy tovább éltesse a hagyományt, közös értékeinket tovább vigye. Değerli konuklar, Türksoy Genel Sekreterliği olarak kültürel diplomasi alanındaki çalışmalarımızın tamamını burada anlatmamız mümkün değil. A Türksoy főtitkáraként most lehetettem itt felsorolnom a kultúrdiplomácia minden egyes elemét, amit megvalósítottunk, minden egyes programunkról beszámolni. Ayrıca Türksoy olarak uzun yıllardır düzenlediğimiz geleneksel etkinliklerde kadim kardeşimiz Macar halkının değerli sanatçılarını, şehirlerini, edebiyatçılarını ve bilim insanlarını aramızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Számunkra mindig is megtisztelő volt, hiszen hosszú évek óta szervezünk eseményeket, ahova magyar előadó művészeket hívunk meg, zenészeket, táncosokat, költőket. Lehetetlenség lenne itt felsorolni mindenkinek a nevét.
sözlerime son dilerken bu kurultayın hayırlara vesile olmasını dileğiyle Macaristan Milli Meclisi Başkanı Yardımcısı Sayın Şandır Lejak'a programın icra edilmesinde ve ev sahipliği yapan Macar Turan Vakfı'na ve çok değerli başkanına en içten dileklerimle bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Azzal zárnám beszédemet, hogy köszönetet mondjak még egyszer Lezsák Sándor úrnak, a parlament alelnökének áldozatos munkásságáért, hiszen nélküle ez nem jöhetett volna létre, és Bíró András úrnak, a Magyar Turán Alapítvány elnökének, aki nélkül szintén nem állhatnánk itt, és nem ünnepelhetnénk együtt mai napon. Köszönöm. Köszönjük Szultán Rajev úrnak, a Türkszor elnökének megnyitó beszédét. Felkérem Sahin Mustafaev urat, a Türk Akadémia elnökét. Tartsa meg beszédét. Sayın Macaristan Parlamentosu Başkan Vekili Şandor Lejak, Sayın Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, Türk İşbirliği Teşkilatları ve Diplomatik Misyonları Temsilcileri, Sayın Başkanları, kıymetli Punturan Kurultayının katılımcıları, Türk Akademisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tisztelt Lejak Şandor úr, tisztelt Biro András úr, tisztelt főtitkárok, nagykövetek, diplomaták, minden jelenlevő, minden kiemelkedő szervezet vezetőjét tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a jelenlévő egybegyűlteket. Büyük Hunlar ve Göktürklerin torunlarını bir araya getiren Hun Turan Kurultayı'nda sizlere hitap etmek benim için gerçekten büyük bir onurdur. Kendimi Avrupa'nın Fatihi, Büyük Atilla'nın obasında bir konuk olarak hissediyorum. Bize gösterilen misafirperverlik için hepinize teşekkür ederim. Köszönöm szépen a meghívást, és nagy öröm számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen a Huntürk eseményen, és egy kis hozzájárulással jöttem. Én is hozzá szeretnék tenni ehhez a jeles naphoz. Burada kendimi 1000 yıl önce yaşanmış ve 6 aylardan Adriyatik Denizmiş tarihi bir göçün şahidi olarak hissediyorum. Bugün burada, bu ağaçta, Baykallarda uzanan Turan medeniyetinin tüm değerleriyle yeniden canlandığını görüyoruz. Egy hatalmas terület jelenik meg most itt a szemünk előtt, az Altájhegységtől egészen az Adriáig, különböző színek, színfoltok, egy nagy örökség. Aslında kurultay medeniyet ve uygarlık demektir. Kurultay bize kim olduğumuzu hatırlatır. Özbenliğimizi canlandıran büyük bir kültür şölenidir. Egy nagy kulturális bemutató, egy nagy kulturális fesztivál, ahol a különböző türk törzsek, magyaroknak az ősi rokonai felvonulnak. Aynı zamanda kurultay tarihin derinliklerine kadar uzanan devletçiliğimizin, devlet geleneğimizin ana kurumlarından biridir. Tarih boyunca kurultaylarda önemli kararlar alınmış ve büyük hakanlar seçilmiştir. Dolayısıyla kurultaylar büyük Göktürk devletlerinde, Hunlarda ve Göktürklerde önemli bir devlet kurumu olmuştur. Ugyanakkor a kurultay egy ősi történelmi intézmény, gyűlés szót jelenti, és nagyon jeles vezetőket választottak meg ezeken a kurultályokon, ősi gyűléseken. Avrupa'nın köpeğinde merkezinde kurultay geleneğini devam ettiren Macar kardeşlerimizi takdir ediyorum. Bize şanlı geleceğimizi hatırlatan ve bu güzel duyguları yaşatan Hun Turan Kurultayı'nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımız var. Minden tiszteletem és elismerésem a magyar testvéreimet illeti, akik tovább éltetik a kurultay szellemét. Kurultay'ın tüm Turan illerine hayırlı olmasını diler. Bu güzel etkinliğin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederim. Kívánok sok sikert mindnyájunknak, és erősödjön a kötelék a türk népek között. Var olsun Hun Turan medeniyeti, yaşasın Macar Türk kardeşliği, teşekkür ederim. Éljen a Hun Türk kultúra, és éljen a török türk magyar barátság. Köszönjük!
Şahin Mustafayev úrnak a Türk Akadémiájának élek. A nagy török a nemzetgyűlésen, Büyük Türk Milletnek Meclisiden, Ilyas Szopszakál kívánja köszönteni önöket. Macaristan'ın her bölgesinden buraya gelen ve bizleri kalbinin içinde misafir eden sevgili Macar dostlarımız, Türk dünyasının her bölgesinden buralara binlerce kilometre öteden gelen sevgili dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Türk Rum Kurultayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kedves magyar testvéreim, akik a magyar világ különböző szegleteiből érkeztetek ide, és kedves török testvéreim, akik több ezer kilométer távolságból, nem sajnálva a fáradozást, eljöttetek ide. Isten hozott mindenkit. Bu muhteşem kurultayı bizlere en güzel şekliyle sunan Macar Turan Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor András Biro'ya, a Magyar Turán Alapítvány elnökének, Biro András úrnak, Meclis Başkan Vekili Sayın Sandar Lezsák'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. És az Országgyűlés alelnökének, Lezsák Sándornak szeretném kifejezni hálámat, köszönetemet. Biliyorsunuz Türk dünyası o kadar büyük dünya ki, büyük bir tarihçimiz şöyle söylüyordu, biz de tarihçiyiz. Türkler ve Hunlar olmasaydı dünya tarihi eksik kalırdı. Olyan hatalmas világról beszélünk, amikor a türk világot emlegetjük, történészként mondom ezt, hogyha nem lettek volna a hunok és a türkök, akkor egy nagy hiány, egy nagy űr keletkezett volna a történelemben. Bizim dünyamızın büyüklüğünü anlamanız için sadece şu bayraklara ve singelere bakmanız yeterlidir. Ahhoz, hogy megértsék, mekkora is ez a türk világ, elegendő végig tekinteni az itt lobogó zászlókon, jelképeket megnézni. Yine bizim dünyamızın genişliğini ve derinliğini anlamanız için sadece Macaristan'ın bölgelerindeki o güzel farklılıklar ve tarihi mirası görmeniz yeterlidir. İllatva elegendő végig tekinteni Magyarországon a különböző magyar régiók és tájegységek hagyományait, értékeit sorra venni. Ama her zaman bizim tarihimiz ve mirasımız güzel olmadı. De sajnos nem mindig volt szép a mi örökségünk. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Zorlu Töre Beyefendi burada o zorluklarından birini çekiyor ve o çileyi çekiyor. A jelenlevő Töre Zorlu nevű parlamenti képviselő, aki Észak-Ciprusról érkezett, az ottani török köztársaságból, ilyen nehéz, küzdelmes időszakot él. Mesela görüyorsunuz Doğu Türkistan bayrağı. Látják ugye kelet-türkisztáni lobogót. Önünüzden bir sürü Türk halklarının bayrakları geçti. És nagyon sok Türk népnek a zászlóját itt felvonultatták. Bazıları güzellik, refa içinde, bazıları ise zorluk içinde yaşıyor. Némelyik országban jólét van és stabilitás, de egyes országban... Ama András Biro çok büyük bir iş yaptı. Biro András azonban hatalmas munkát vitt végre. Türk halklarını buraya topladı. Összegyűjtötte a türk népeket. Ve onlara iki günlük güzel ve mutlu gün yaşattı. És egy kétnapos örömmel teli és értékekkel teli. Ben burada kendisine teşekkür ederken Turan Yazgan hocamı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Elhunyt Turan Yazgan tanárúra is emlékezünk, professzorúra emlékezünk szeretettel. Köszönjük szépen, és a zárószó következik, kedves testvérek. Olyan kedves volt velünk Türkmenisztán és Üzbegisztán minisztere, hogy látta, hogy sokat beszéltek a többiek, és a lovak és az emberek, akik bent állnak, ők majd elküldik üzenetüket, és most a zárószó következik. A TIKA szervezet alelnöke Mahmut Cevik úr, aki sokban hozzájárult ahhoz, hogy rengeteg keleti nép ide utazhasson, hiszen a TIKA nagyszabású rendezvényei mellett
a kurultájt is kiemelten támogatta, és keleti testvéreink delegációjából sok olyan egyszerű embernek segített Közép-Ázsiából, hogy ide utazhassanak. Rengeteg repülőjegyet vettek meg, és ez a nagy koordinációs szervezetnek az alelnöke szeretné most önöket köszönteni, és röviden a kurultájt köszönteni. Macaristan Parlamentosu'nun çok değerli başkan yardımcısı Sildeci Akşandır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Sayın Büyükelçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok kıymetli temsilcileri, Türk Devlet Teşkilatlarının Sayın Sekreterleri ve Yöneticileri, Türk dünyasının her alanında birliği, beraberliği ve gelişmesi için gayret sarf eden setek alanının değerli temsilcileri, kıymetli bilim insanları, Anadolu'dan, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Latin Amerika'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan ve Doğu Avrupa'dan gelen soydaşlarım ve kıymetli akraba topluluklarımızın temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, kıymetli basın mensupları, Macar Turan Vakfı tarafından düzenlenen bu kurultayda sizlerle bir arada bulunmanın memnuniyetiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt Lezsák úr, tisztelt Bíró András úr, tisztelt főszervezők és jelenlevő főtitkár urak, diplomaták, nagykövet urak, hölgyek, és minden kedves vendéget tisztelettel, szeretettel üdvözlök ezen a jelenségben. Tarihin en eski milletlerinden ve aynı zamanda kendi medeniyetine mahsus unsurlarla tarihe ve toplumlara şekil veren Türk milleti için bu kurultay ayrı bir öneme sahiptir. A kurultájnak külön jelentősége van mára már, nagyon nagy rendezvényi, hagyományőrző fesztiválán nőtte ki magát. Böylesine önemli bir süreçte, önemli bir rol alan kurultayın bundan sonraki süreçte de genişleyerek devamını temenni ediyorum. Kívánom, hogy tovább növekedjen ez a rendezvény, tovább gazdagodjék, hiszen szükség is van erre. Bilindiği üzere Türkler Orta Asya'dan tüm dünyaya dili, düşüncesi ve kültürel birikimleriyle birlikte taşındılar. A türkök elhozták ide eszméjüket, hagyományokat, hiedelemvilágukat Közép-Ázsiából. Bu zenginlikler hepimiz için bir iftihar tablosudur. És ez a gazdagság mindannyiunkat gyarapítani fog. Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Türk dünyasını göz ardı eden, hesaba katmayan hiçbir organizasyon dünyada söz sahibi olma imkanı kalmamıştır. Nem lehet most már figyelmen kívül hagyni a türk világot, mindenképpen számolni kell ezzel a hatalmas és gazdag régióval. Soydaş ve akraba toplulukların dayanışmasına güç kazan bu kurultayın bu anlamda ifade ettiği görev her geçen gün daha iyi anlaşılacaktır. A rokonság tudatot is tovább erősíti a magyar és a türk népek között a kurultáj, ezért is nagyon nagy a jelentősége. Ben de TİKA temsilcisi olarak TİKA'nın her alanda Türk dünyası ile ilişkilerini güçlendirme faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettiğini ayrıca vurgulamak istiyorum. TİKA elnök helyetteseként is ezt szeretném itt kijelenteni, hogy minden téren segítjük és előmozdítjuk ezt a rokonság tudatot és a hun-türk testvérség erősödését. Orta Asya Türk devletleri ile eski Szovyet coğrafyasındaki özel cumhuriyetlerle, Irak, Suriye, Lübnan'daki Türkmen kardeşlerimizle, farklı ülkelere dağılmış Ağuska Türkleri ile Doğu Avrupa ve Rusya'da yaşayan Kırım Tatar Türkleri, Moldova'da Gagauz Türkleri, Moğolistan'da Duka Türkleri, Etiyopya'da Harar Türkleri, Latin Amerika'da bulunan soydaşlarımız ve tüm Avrupa ve Balkan coğrafyasındaki Türkler ile bağlarımızı her alanda yürüttüğümüz faaliyetlerle güçlendiriyoruz. A világszerte szétszóródva élő türk népek, például Gagauzok, Krími Tatárok, sorolhatnánk türkmenek, mindegyik néppel, türk néppel tovább erősítjük és fenntartjuk a kapcsolatokat. Soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın kimliklerini muhafaza etmeleri için birlik ve dayanışma içinde yaşamaları konusunda sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, ekonomi gibi farklı alanlarda binlerce bu proje gibi binlerce projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hiszen nagyon fontos az identitás, a türk népek identitásának megőrzése, ezért is tartjuk a kapcsolatot az előbb említett türk népekkel. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor, kurultayın amacına ulaşmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kívánok sok sikert a kurultaynak. Felkérem a kedves hagyományőrző testvéreket, akkor a levonulásra
Szép ünnepet, kedves testvérek! Köszönjük!